1848. márciusára gondolok. A budapesti események mindenki számára ismertek. Petőfi, Jókai és a Pilvax kávéházbeli forrongó lelkű ifjak cselekedeteit iskolákban tanítják, bátorságukat költemények özöne adja tudtára az utókornak, emlékükre ünnepet ülünk 166 év elmúltával is. És tudjuk azt is, hogy a színház, mint a közös együttlét örökös szintere, ezekben a pillanatokban egészen kiemelkedő szerepet kapott. A Nemzetiben bánt-bánt játszanak, a színészek kokárdákkal lépnek ki a színpadra. Egressy Gábor vezető színész a Nemzeti dalt szavalja, az énekkar pedig a himusszal és a szózattal kísér. A közönség Táncsics Mihály színre lépését várja. E pillanatban elmosódik a máskor éles határ, amely a színpadot és a valóságot oly jól szétválasztja. Táncsics egyszerre Tiborccá változik, Gertrudis idegességében, inkompetenciájában pedig mindenki a jóságos 5. Ferdinándot fedezheti fel. Talán Budapest egész polgársága megérezhette első hullámveréseit a titáni erőknek, amelyek az elkövetkezendő hónapokban valódi orkánná kovácsolódtak össze, s amelyek feltámasztották Európa népeinek tengerét, hirdetve az ember örökérvényű jogát a szabadsághoz. Igen, Budapesten mindez nyilvánvaló lehetett. A hősök névsorát ismerjük. Ahhoz viszont, hogy megláthassuk, milyen kételyekkel, vívódásokkal kellett megküzdenie a koremberének, hogy kezébe kardot vagy puskát ragadjon, hogy átélhessük, mit is jelenthetett valójában a szabadság vágya az olyan férfi vagy nő számára, aki egyáltalán nem lehetett biztos benne, hogy koráról úgy emlékeznek majd, ahogy ezt ma tesszük, amikor kimondjuk 1848, egy lépés távolságot kell tennünk. Képzeljünk el tehát egy Budapesthez képest félreeső helyet, amilyen mondjuk Szeged, Szatmár, Marosvásárhely vagy Kolozsvár lehetett, ahová a történések híre csak napokkal később és töredékesen, az elbeszélő pillanatnyi hangulatától függően eltúlozva vagy éppen alábecsülve érkezhetett meg, és adjuk neki a következő nevet, X. Képzeljük el továbbá azt is, hogy X-ben létezik egy színtársulat, ahol a színészek például a bánt-bánt próbálják. És X-ben ráadásul az embereknek nincs nevük sem. Itt nem laknak Petőfik, sem Kossuthok, még kevésbé Széchenyi. Talán e fiktív játékkal érezhetjük meg egy pillanatra, hogy mennyi színe lehet a haza és a szabadság szónak akkor, ha előre nem tudjuk azt, hogy aki kiejti száján e szavakat, a legnagyobb magyar vagy a forradalom vezető költője lenne. Szúnyogok! Csak szőnyeget nekik! Elég! De hol van Otto? Törnek ő rá, mert öcsém! Már elmehetsz! Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindjártunknak el kell venni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Esélyes ő karikára, Kossuth Lajos alapjára, valahány cseppesít rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! A pesti események híre néhány nap alatt eljut az ország egészében. Szegedre például a március 17-én délután 5 órakor érkező nemzeti zászlóval fellobogózott Pannonia gőzhajó utasai hozzák a forradalom hírét. Az emberek az utcákra tódulnak, örömtüzeket gyújtanak a séta és a piac tére. Másnap, március 18-án a népgyűlést délután a Városháza előtt 4000 emberrel tartották meg, a 12 pontot kihirdették. Azután a Városházai Színházba mentek, ahol éppen előadás volt, tanúsítja egy korabeli krónika. X lakosai csak 2 nappal később, március 20-án értesülnek az eseményekről. Itt a 12 pontot éppen a színházban olvassa fel néhány színész. Gyorsan! Zárjátok be az ajtót, és amíg nem törik ránk, addig zengedjük. Mi a hír Pesten? Hírültetett a március ifjai követelése, mely 12 pontba foglaltatott, s mely eképpen hangzik. Ez írástán abból a nyomdából való, melyet
Elfoglal a Petőfi és a Pillaszti fiai. Igen, abból első nyomatából való, hiszen elsősorban állnék, hogy a hét mihamarabb meghozzam, s légy te buzdításul elé adja! Halljuk hát végre, mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Igen! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését! Kívánjuk! Felelős minisztériumot Pesten és Budán! Kívánjuk! Évenkénti országgyűlést Pesten! Kívánjuk! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Kívánjuk! Nemzeti igazságot! Kívánjuk! Közös felviselés! Kívánjuk! Úrbéli viszonyok megszüntetését! Kívánjuk! Esküccél képviselet egyenlőség alapján! Kívánjuk! Nemzeti bankot! Kívánjuk! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük! Kívánjuk! A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak! Kívánjuk! Unió Erdélye! Kívánjuk! Kívánjuk! Százszor is kívánjuk! Egyenlőség! Szabadság! Keresztényiség! Ki van? Szabad magyar! Mi a jelszabad? Melinda! Hogyhogy Melinda? A direktorja neki azt hívja, hogy minden bandát próbáljuk, s várja, hogy a jelenetébe bérjön. Engedjétek be hát őket is, hadd értesüljön mi ír a hazában! Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedbe annyi éjjel által, mint kísértett bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi földön égen téged, egyetlen egy örök istenséget. Te vagy örök! A többi mint bálvány, mely leroskod egy ideig állván! Milyen rendbontogatás itt? Mi levélem? A dallam sem a bánból való, kétségtelen. Tőled kérdem elsőről, mi folyt? Ez Petőfi! A lázító ifjú! Itt elüldöztek minden onnan, hisz veszélyt jelent a népnyugodalmát. A direktor szavai arra a nevezetes eseményre utalnak, amikor is Petőfit a forradalom kitörése előtt néhány hónappal Nagy Károlyba érkezésekor a Károlyi grófok gyalázása okán el akartak fogadni. A liberális gondolkodású fiatalabb nemzedék egyébként üdvözölte a forradalmi események hírét, amely ugyancsak némi késéssel érkezett meg az akkori megyeközpontba. De hát ez Petőfi! Ő! Spirél együtt, egyként velünk harcolni, és ha kell, meghalni a szabadságunkért! Tarts velük, ha nem, állj el útunkból! Lázítás! Ifjúi balgaság csak mi véreteket hevíti. A tavasz rügyezése mi tenni szólít. Szerelmet várjatok márciustól, ne halált emberek! Szabadság, szerelem! A kettő kell nekem! Szerelmemért feláldozom az életet! Szabadságért feláldozom szerelmemet! Szabadság, szerelem! A kettő kell nekem! Szerelmemért feláldozom az életet! Szabadságért feláldozom szerelmemet! Éljetek, Petőfi! Éljen a haza! Éljetek már jobb észre! Maradjatok, s dolgunkat végezzük, mint illik, rendesen! Attól derül fel a haza, aki kiki a saját sorsát, mit rámért az élet, végzi híven rendesen! S mi az ugyan, ami tanácsolsz? Mi az, amivel a haza ügyét szolgálni kívánod, uram? Has! Alkos! Gyarapíts! Inkább, mint hogy pusztíts. Háború háborút szül csupán, halál halált. Ki kardot ragad, kardáltal néz. Ez örök szabály. Így általános bölcsességből nem kér. Kosszóból csupán, mely tennú. Vértihoz ez illik. Csak ez! Szép tilemlétek, így vakok, hogy feledétek szent hivatástok. Engem kértek számot. A művészet Isten ajándék, amit az embernek áldott. Mivel a világ rendjét saját képére hozná le. Ezt feledítek most, ha így szóltok. Uram, de tedd halála az okoskodás. Nehéz időben a színész kötelessége is, hogy ne csak szóban, hanem tedben is szolgálja a hazát. Máskülönben üres szó, csak az egész fecsegés, amit összehord, mint mondás Sepsi. Fegyverre vidéki színészek. Sepsi Károly, szatmár németi születésű színész, a Nemzetőr hasábjain közölte az idézett címmel megjelent felhívását. Sepsi szózata meglehetősen hatásosnak bizonyult. Sok magyar színész állt be a honvédők közé, vállalva a harctéri szolgálattal járó kockázatokat. Történelmi tény, hogy a Magyar Színház egyértelműen megmutatta azonosulását az 1848-as forradalmi eszmékkel, a nemzeti törekvésekkel.
A szabadságharc idején a színész társadalomnak nem csak a legfiatalabb rétege, hanem a középső korosztály is vérét és életét áldozta a nemzet szabadságáért. A férfiak többsége elhagyta a színpadot, a nemzet szellemi csataterét, és fegyvert fogott a haza szolgálatába állva. Maga Sepsi is a Nemzetőrben megjelentetett cikke után példával járt elől meghirdetett eszméje megvalósításában. Jól menő társulatát feloszlatta, hogy művészei beállhassanak a honvédek közé. A Fegyverre vidéki színészek című felhívásból azonban nem csak a vidékiek értettek. A fővárosból is sok színész állt ki fegyverrel is, a nemzet szabadságán. Egy gondolat bánt engemet, ágyban klárnák közt halni meg, lassan hervadni el, mint a világ, amelyen titkos féreg fog a rág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne így halált adj, Istenem! Ne így halált adj, én nekem! Ledek kap, melyen villámot kell, vagy melyet szilvész szavak tőlestű. Egy közös sírnak adjál!
itt. Panaszát nem hallod elnyomattatott hazádnak, és nem látod, mint potyog hazád fiádnak orcája emle könnye? És hogyan felele meg néki bánc? Hadd meg te is, kollégám! És így hazátok elbúsultjait játszani akarjátok? És királytokat úgy tenni a királyi székre, hogy Gertrudis estén szíve megrepedjen? Fájdalmiban megölni érzeményit, hogy társitoknak könnyeit soha se lássa többé. Egyszer, mint szeretni is, ölni is szándékoztok, mivel Gertrudis éppen a király maga. Ne élne vissza hát azzal, és ne kapna vasas marokkal a javak közé, mivel részemről én bizonnyal órára kész vagyok kopintani. Mi is? Az endülésben nem fogjuk kiromlani az ártatlanok, a fele barátjaink vére is. És tagja lényeg-e rossz társaságnak itt én is, ártatlan vért ontani segítsek? És abban eszköz legyek, hogy jajgasson a szabadságunk miatt szegény magyar hazát. Az éltöket, a nyugodalmokat kockára tegyük polgártársainknak, mint szülőinket, bennünket is táplálni. Hisz az való! És ennek ellenére kívánja mégis mindenit. Sőt, azt akarja, hogy úgy tégyek én is. Nem magyarok! Soha azt tenni nem fogok. Hogy bárki leüljön a Sötét Szövetség gyászasztalához, ahhoz nem kevesebb, mint bánki sértődés kívántak. Jó, köszönöm! Tehát ti szüntelen csak vízhangi vagytok e szőrszál hasító fontolgatásinak? Miért jöttetek ide? Hát miért? Vagy a pillanatok közelítébe kívánnátok visszamászni? Ó, gyáva lelke! Mondom, hogy nem beszél jól! Mondom, hogy nem beszél jól! A tett az, ami a szó igazára pecsétet nyomhat! Ő marad, én megyek. Aki velem tart követ, aki nem, tegyen rá. Lelke hagyta. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet magányos fegyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem érthetek, leszakított mallok lóvirág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagyvilág. Mint orba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélkülen. S bár a lényeget még nem értheted, ami nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből halók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből halók vagyunk. Mi egy vérből halók vagyunk. Mi egy vérből halók vagyunk.
talán jobb is így. Kiki cselekedje azt, mint szívének itt áll becsülete. Így megfogyatkozván is vívunk a haza becsületéért, de nem karddal, hanem a szóhatalmával. Hisz Bánk is a hazáért halt. Önnön végzetébe rohan csak. Szörnyű sorsáért csupán ennen magát kívánhatná felelősségre vonni. Hisz ő Melindáért érzett féltékenysége bosszúja okán ölt, és nem a haza becsületéért. És akkor munkánk miben szolgálja a haza ügyét, ha nem ez egy szerelmi történet, és nem a hold ügye? Hogy meddig tart dolga a szerelemnek? És honnan válik közügyé a magános? Épp ez a kérdése Bánk tragédiáján. Ezt téveszté el ő is, miként Ödipusz. Ki nem tudta, hogy ő az, ki valójában a vész Thébára szabadítja. Ezért bűnhődik Bánk is. Hibájáért. Őrültségért. E beszéd nekem túlfonál. És a szavai igazak is. Csak néhány vájfülű azt kiérteni. Úri dolog ez, nem a nép dolga. Betúr beszélt jól. Őt követem. Szívemből szólt. És bár becsülleg, direktor. Békeidőben legjobb szólója vagy az örök igaz művészetnek. Forradalmi idők szelét. Nem érzed jól. Magyar hazám! Indulok felét! Talpra magyar! Így a haza! Itt az idő! Most vagy soha! Szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig kárhozottak, ősapáink. Thank you.
mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy ahol tovább nem veszünk. A magyarok Istenére esküszünk, csilláló fénye. Én egyedül maradtam eszméimmel, mivel csupán hazámat jobb vinni kívánám. Szelídharcom elbukik, s erőszak csupán mi megvált téged szent világ szabadság. Végre egy igaz ember, kinek szavára adhatok. Mi okod a búra barátod? Hát nem hallád az örök hírt? Ujongani, miért nem jössz ki a hömbölygő tömeggel? Helyet uszamára miért nem hallgatsz? Mulatozni? Miért ne jönnél ki a szabadba, e magányos sötét helyről? Mi okom volna ujjongani, mikor vak végzetiben rohan a haza? Ki vagy te, hogy így ítélj, Isten tárgy? Feltúvalkodott elméd, s lelked, és nem enged, hogy szívedre hallgatnod. Ezrek fognak meghalni. Tízezrek tárgy. Mondok, barátom, hogyan szólhatsz erről így nyugalommal? Elvesztít hát te is józanság? Ember sorsa szenvedés és a halál. Ez Istentől kapott jussa. Folytonosan rejtett titkot, titkát fürkészni. Ez balgaság. Hogy majd jön-e a holnap? Vagy holnaptán? Ez fürkészmet, ez balgaság. Ez Isten titka. De szent célért küzdenem, az nem esb, mint az óra kattogását hallgatva, várni a szenvedést és a vére a halált. Szent Angender mondja neked, nem csapod a lelkület vinni. Szent célért élni inkább. Az csupán kevésség, a boldogok jussa. De boldogok jussa. Hasztalan. Hasztalan, küzdened érte, hasztalan és gőgös. Fogadd el inkább, mint a sors áramának hulláma hord elég. A forradalmat hóna békét. Elégedj meg azzal, ami jussa az embernek, és akkor lelked felszabadulást kell. Ma ennek üljük ünnepét holnap Amannak, ez így van jól. Jöjj, nézd arcát az ünneplőknek. Mi boldog az ember, ha hisz ennem erejében. Még ha holnap később buknia is kell. Ez az, ami számít, és nem a politika. A szomorúságot pedig hagyd máskorra, mikor eljön annak kijelölt órája. Most pedig dalolj, dalolj, hisz ünnep van, tavasz van, nétek tavaszra. Aglétedre ment el eszed, hisz józan voltál örök. Sohasem bölcs, aki túl okos. Én ember maradok, hisz az életünk is túl rövid. Hisz öntelen nagyot üldöz, elereszti a jelen. Mondd el, egykor egy embert itán te is ismersz és becsülsz. Árral szemben úsztod, az hasztalan. Márpedig most az ár
túl nagy. Föltámadott a tenger, a lépek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot, halljátok ezt a zenét, akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla, megtörve, tépve lóg. Tombold ide, özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medret, s kiásd a fellegekbe bőszült ajtékodat. Jelezd bele az égre örök tanúságni, ha bár fölül a kája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Tér észhez, barátod! Igazat szólt volna, hogy megcsalatott ő is, mint oly sokan. Ugyan mit tegyek? Döntenem kell, muszáj! Istenem, bár egy jelt adj, hogy merre vegyem utam én is, s én követni foglak, esküszöm! Tűrkezett messzül is Budáról! A cenzúr eltöröltetett, szabadná vált a szellem! A forradalom első kitűzését! Elérte! Felelős magyar minisztérium alakult! Széchenyi felénk áll! Ilyen a legnagyobb magyar! Hát Széchenyi is, hisz munkáját mindennél jobban tisztelem. Döntöttem, indulok, hazám tékozló fiat hazatér. Mehetünk!